Czy nie czuję ezek az emberek által kitalált minták, vagy családonként változik, vagy milyenek a története? Nem változik azért. Úgy tettünk kezdve, de hagyományos. Hagyományos. Persze, igen. Hát, hogy te még fentveszened rá, de nem, hogy kiírja, azért megy össze. Nem a szemzet csinálja. Csak adjak a kikerülni. Az áll a világban. Képzeld, amikor már ki tudja, hány ezrediket csinálja a néni. Mi a van? Mondom, 12 éves voltam. Akkortól? Én azóta, éppen mondom, férjhez mentem kétszer is, de egy férjem sem volt fazakos. Mindegyiket én kellett bele. Bevezetni. Nem igaz, hogy az előtt állt volt ki, és annyit nézős. Ó, nem, ez a kiberetés. Hát, tudom, mi az itt. Na. Nézd meg ki. Pillanatok alatt megvan. Hát, ez a ezek az egyedi dolgok, ezek értékesek. Mitől lesz fényes? Az éget is által lesz? Zománcozzák. Azután zománcozzák, hogy az mondja őket teszik. Igen. 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 Bezománcozzák? Ez az ő. Az lesz az ő. Ez a levele. Ez a rész. Az én is által. Nagyon által. Valamiban a kutya. Honnan? Hát az orrom, ami ki nem így. Aztán, tehát kinek milyen a szervezetje, hogy gyenge, azt támadja. Én még most 61 éves vagyok, még szabad kézzel, köszönöm szépen. Szemüveg nélkül, nézd meg. Ne hóvod, nézd, tessék meg! Tényleg, ha adott egy gyűjtemény, ugye? De egyik se jó. Hát jó, de jobb még most is. Így. És ne ott a pálcát is van, vagy három, most látom. Van, a nyugdíjas szemüvegét megmondom. Ezt hagyom sárgáról. Ez úgy hívjuk fűszfalemény. Ez a kék. És ez milyen fest? Ez a kovált kék. Nem, de mert festik szerint csak egy különböző. Nem. Thank you.
Hát én mostan sokszor gondoltam, hogy ezt lehetne gyűjteni, és tényleg így apraként ereszteni. Ez végelőben elkívánok, hogy a levegőben. Hát miért a levegőben? Nagyon sok már lehet akkor a levegőben.
belőle. Annak a helye megmarad az agyagba, az edénybe is, mikor kipattam. Tehát a palában semmi idegen anyag nem szabad. Semmi idegen, egyéb víz, abban egyéb semmi sem. Én voltam az égetőben, elég nagy égető, kb. 2-2,5 méter magas. És kb. Hány edény fér abba, és hány óráig égetnek ki egy edény? Először lefestik, vagy csak kiégetik és utána festik meg. Milyen a metódus? Hogyan járnak? Legelőbb, mikor berakjuk, agyagul berakjuk, le van festve, berakjuk, mikor kiszedjük az egyszeri inget, és akkor is 9-10, egész 12 óra, mert az 1200 fokot el kell érje, zsengére még többet kell égessük. Azért, mert ha jó meg van zsengéve, akkor fényre nem kell annyi éget is neki. Mit tetszik érteni a zsengélyt? A zsengélyt az az első égetés. Az első égetés, a zsengélyt. Akkor azt kiszedjük, nálunk ez az oxid sárga nem bírja a kétszer égetés. Mikor kiszedjük, a kemencéből leporozzuk, tehát évvel, hogy por ne legyen rajta, akkor ráteszem a sárgát. Mindenütt meghagyom a helyét most, mikor virágozom, akkor ráteszem a sárgát, utána mentem el az orrunkban. Igen. Akkor megint visszarakjuk a kemencébe, megint 10-12 órát égessük, és ha
Például, ha télen égetnek, akkor most már 12 óráig ég. Reggelre annyira kihű, hogy le tudjuk cserepelni a cserepet. Lehúzzuk, mikor lehúzzuk a cserepet, akkor már a kemence hűl. Ugye menjen a meleg tér felé. Tehát kiégedik és kb. 12 órát égetik. Utána ott a kemencébe hagyják kihűlni. Kihűl. Ha ott hűl ki, sokkal jobb. Azért, mert mikor ha kiszedjük forron, még úgy hozzá van tapadva, de hogy hűl, úgy el van.